Ugye pénteken lesz a férfi egyéni a főtábláról, lesz a időd előtte arra, hogy még a Fradinak a visszavágóját megnézd a Ludogorec ellen? Hát az biztos, hogy meg fogom nézni, nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Itt ugye kim voltam a szerdai mérkőzésen, hogy győztünk 2-1-re, és tetszett az, amit láttam, mert egy nagyon fegyelmezett, koncentrált játékot láttam, ugyanakkor ugyanezt láttam az ellenféltől is, úgyhogy egyáltalán nem lesz könnyű. Nagyon bízom benne, hogy nem állunk be védekezni, mert én véleményem szerint gólt kell rúgni idegenbe ahhoz, hogy tovább jussunk. Akkor szerinted az lenne a sikerkulcs, hogy támadjon a csapat? Hát mindenféleképpen, tehát egy olyan fajta küzdőszellemet és olyan fajta letámadást kell alkalmazni, amit itt is láttam, mind magunktól, mind az ellenféltől. Tehát én úgy láttam egyébként, hogy egy 50-50 mérkőzés volt, amiből hál' Istennek most mi jöttünk ki jobban, de bízom benne, hogy ezt a fajta harci szellemet és taktikai fegyelmet tudjuk követni idegenbe is, és akkor van keresni valunk. Ugye mondtad, hogy te kimentél szurkolni a fiúknak, szerinted ők kijönnek neked szurkolni a versenyre? Hát remélem. Még a Danival beszéltem, a Böde Danival egyébként, hogy ha itthon lesznek a Pakssal most már sajnos, akkor kijönnek, és akkor remélem kihozza magával a Vargorolit is. Meg hát remélem a vezetőségből egy Nyíri Zsozi, egy Kubatov Gábor azért biztos, hogy kijönnek szerintem. Budapest világbajnokság, volt már tapasztalatod erről, de most milyen érzésekkel várod? Várakozva tekintek a világbajnokságra, kellő önbizalommal vagyunk fölvértezve csapatszinten, hiszen bronzérmesek lettünk a Düsseldorfi Európa-bajnokságon, reméljük, hogy ezt meg tudjuk lovagolni. Ugyanakkor itt súlyos, dupla szorzós versenyről van szó, ami súlyos pontokat jelent az olimpiai kvalifikációba. Ez a fő célunk, ennek rendelünk alá mindent, és arra készülünk, arra tartalékoljuk az erőnket, energiánkat, koncentrációnkat, hogy várható ukrán csapatot megverjük a 8 közé jutásért. Ez a legfontosabb. Természetesen éremről, aranyéremről álmodunk csapatszinten is, egyéniben is. Egyéniben lehetetlen jósolni 229 induló borzasztó mezőny, tényleg mindenki mindenkit le tud győzni, meg tud verni. Tehát én nagyon bízom benne, hogy egy jó formát fogunk ki, mind a csapattagjai, mind én is, és beindul az a bizonyos szekér, és hát ott leszünk, érdekeltek leszünk a végjátékban. Te is fiatal vagy még, de hát körülötted a fiúk, aztán tényleg nagyon fiatalok, ketten juniorok is. Van köztetek generációs szakadék? Hát van azért, mert ugye én 83-as vagyok, tehát ezt már nem lehet azért fiatalnak nevezni az élsportba, és ugye a legfiatalabb tagunk pedig a Koch Máté, aki 99-es, tehát hogyha nagyon tárgyilagosan nézem a helyzetet, még az apja is lehetnék talán, de szerencsére engem megfiatalítanak a srácok, én meg próbálom hozni azt a rutint és a jó példát, ami talán ragadós is, és úgy látom, hogy az is egyébként, úgyhogy én azt látom, hogy egy jó fegyelmezett és egy egységes csapat benyomását keltjük, és ez bebizonyosodott a Düsseldorfi Európa-bajnokságon is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezt a szellemiséget és szemléletet fogjuk a hazai páston is megmutatni a várható népes szurkolótábornak.